Szenvedélyes és bátor, megismerhetik Saul Niguez hihetetlen történetét. És beszélgetünk a Leicester algériai szélsőjével, Riyad Mahrezzel is. A szünet után az Atletico Madrid csillagával, Saul Niguezzel folytatjuk. Maradjanak velünk! Az Atletico Madrid akadémiájának növendéke Saul Niguez 17 évesen debütált az első csapatban, és azóta az Atletico egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát. Sokat fejlődtem. Őszintén hiszem, hogy érettebbé váltam. Sokat fejlődtem, de tudom, hogy még nagyon sok van benne. Szeretnék védekezésben javulni és jobban érteni a játékot. Néha kicsit elvesztem a fejem, úgy futkározok körbe, mint egy fejetlen csirke, és elhagyom a posztomat. Tudom, hogy néha higgadtabban, okosabban kellene cselekednem, és a csapat érdekében nem szabadna elhagynom a posztomat. Az idei szezonban a sokoldalú középpályásnak kulcs szerepe volt abban Diego Simeone csapatában, hogy az Atletico Madrid zsinórban negyedszer is bejutott a BL negyeddöntőbe. A nyolcaddöntőben a Leverkusent búcsúztatta a Madrid, és a 4-2-re megnyert idegenbeli mérkőzésen Sau remekül játszott. Két éve szintén a Bayer volt az ellenfél a 16 között, Saulnak akkor megsérült a vesélye Németországban. Az volt pályafutása negyedik BL találkozója. Két éve komoly megpróbáltatásokon mentem keresztül, és az idei meccs előtt minden pillanat kristálytisztán előjött. Emlékszem, ahogy elestem, ahogy hánytam, és ahogy rám jött a görcs. Lementem a pályáról, a csapattársaim aggódva figyeltek. Tényleg mindenre emlékszem. Most úgy voltam vele, hogy visszatértem oda, ahol akár véget is érhetett volna a karrierem, de ehelyett csak erősebb lettem. Megrázó volt újra ott játszani, és igazi megkönnyebbülést éreztem a gólom után. Érzelmes pillanat volt, és mintha tonnák kerültek volna le a vállamról. Féltem, hogy idén is történik majd velem ott valami rossz, így a gólom igazi megváltásként jött. Két évig katéterrel kellett edzenem és játszanom. Néha vér is volt a vizeletemben, fájt és kényelmetlen volt. Ezekről eddig nem igazán beszéltem, így nem is nagyon tudott róla a közönség. Az egészségemet kockáztattam azért, hogy magamra húzhassam az Atletico mezét, és hogy megvalósíthassam az álmaimat. Saul utazása most az angol bajnok Leicester ellen folytatódott a BL-ben. A pirosba öltözött Vicente Calderón stadion lélegzetelállító látványt nyújtott. Az Atletico nyomott az elején, Saul motorként irányította a csapat középpályáját. A Leicester azonban szívósan tartotta magát. A spanyolok közel 80%-ban birtokolták a labdát, a vendégek látványosan szenvedtek. Maximálisan azonosulok a szurkolókkal és a klub alapelveivel, amelyek a következők. Alázat, munkamorál, bajtársiasság és egyenesség. Ez a második családom. Amikor a Leicester némi levegőhöz jutott volna, újra beleerősített az Atletico, és Griezmann kiharcolt egy büntetőt. A legutóbbi 4 büntetőjét kihagyta Griezmann, de most nem hibázott. Előny a madridiaknál. Már az itteni első évemben elfogott egy különleges érzés, emiatt fel sem merül bennem a klubváltás. Olyan erkölcsi alapokat nevelnek a fiatalokba, amelyek nagyon fontosak az életben, így miért is akarna én elmenni bárki? Remekül érzem magam, mindenkivel jól kijövök a klubnál. A szünet előtt Saul tört be a 16-oson belülre. Hiába reklamált, a játékvezető nem ítélt büntetőt.
A második fél időben hasonló volt a játékképe, mint az elsőben. Szinte végig a vendégtérfélen zajlottak az események. A Leicester tartotta magát, védekezett és küzdött. Oblak az egyenes kieséses szakaszban még nem kapott gólt otthon, most sem állt fenn ennek a veszélye. A vége 1-0 lett, vagyis az Atletico sovány előnnyel várhatja a visszavágót. Ez volt a csapat hetedik BL győzelme idén, ezt egyik együttes sem mondhatja el magáról. Saúl Ñíguez és társai számára tovább folytatódik a BL kaland. Mindannyian a végső győzelemről álmodozunk, évről évre ezért küzdünk, amíg sikerrel nem járunk. Szívvel, lélekkel játszunk, és már nagyon vágyunk a trófeára. Már gyerekkoromban is profi futballista akartam lenni. Minden áldott nap fociztam. Nem telt el úgy 24 óra, hogy ne rúgtam volna a labdát. A Sevilla elleni bravúros sikerrel negyed döntőbe jutottak az angolok. Spanyolországban 2-1-re kikapott a Leicester. Odahaza ugyanakkor 2-0-ra legyőzték az andalúzokat. Most ismét egy gólos hátrányt kellene ledolgoznia a Leicesternek, amely az Atletico Madrid ellen folytatná mesébe illő bajnokok ligája menetelését. Kedden a Leicester Atletico Madrid, szerdán a Monaco Dortmund mérkőzést közvetítjük élőben a Sport 1-en. Jövő héten kiderül, mely csapatok kerültek a legjobb négy közé, azaz egy lépéssel közelebb a Cardiffi döntőhöz. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsort támogatta a Heineken és az Unicredit, az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos szponzorai.